Az XML HTTP request-tel alapvetően az a probléma, hogy minden esetben a böngészőnek kell kezdeményeznie a kapcsolatot, a kérést. Egy kérést kell küldenem a szerver oldalra, hogy kapjak tőle valamilyen választ. A szerver nem tud nekem automatikusan küldeni semmilyen. Pedig lehet, hogy csak az ő belső állapotában van olyan változás, ami engem érdekelhet. Az olyan megoldásokra, amikor szükséges a kliens és szerver oldal közötti adatkommunikációban a két irányúság, valamint problémát jelent az XML HTTP request által kezelt HTTP protokollnak úgymond a lassúsága és az overheadje, akkor használtunk ebben a közegben úgynevezett websocketeket, ami nagyon hasonló a szoketes kapcsolatokhoz, HTTP protokollon megvalósítva. Nézzük meg, hogy néz ki egy WebSocket kliens. Mit kell csinálnunk a böngészőben, milyen JavaScript kódot kell létrehoznunk ahhoz, hogy csatlakozni tudjunk egy WebSocket szerverhez. Fontos, hogy ezeknél a szervereknél, illetve ezeknél a megoldásoknál már nem tudjuk használni azokat a szerver oldali megoldásokat, amiket egy egyszerű HTML oldalhoz, XML HTTP request-es kapcsolattal hozzá tudtunk rendelni. Itt ennél komolyabb szerver oldali támogatásról kell gondoskodnunk. Ehhez is kapcsolódik egy JavaScript objektumunk, mégpedig a WebSocket objektum, amit példányosítanunk kell, megadva azt az URL-t, illetve azt a protokollt, amit használni szeretnék. Az URL-el az erőforrást azonosítjuk, a protokollal pedig különféle szerveroldali protokolldefiníciókhoz tudunk kliens oldalon is hozzáférni. Ezt ne úgy értsd, ezt az opcionális protokollt, mint maga a HTTP, hanem ez egy WebSocket protokoll, és bővebben azonakon a részeken lesz szó, ahol ennek a szerver oldali megoldásával foglalkoznak majd. A lényeg az, hogy szükséged van egy hálózati erőforrás azonosítására, ami alapesetben egy URL-ből áll. Ha opcionálisan kapcsolódik hozzá egy protokoll definíció, akkor azt itt is használod. Kell. Jó, kettő darab fontos metódusunk van a létrehozás után. A close és a send, magyar szóval a zárás, illetve az adatküldés. A senddel egy nyitott kapcsolaton, WebSocketen keresztül tudunk adatot küldeni. Ezen kívül van néhány fontos tulajdonságunk, amelyekhez különböző event listenereket tudunk rendelni. Ilyen tulajdonság az onopen, ami akkor fog a hozzárendelt event listener akkor fog lefutni, hogyha sikeres volt az open a példányosítás és létrejött a kapcsolat. Az error az akkor, hogyha hiba van, a close értelemszerűen a bezárásnál, és amikor egy üzenetet kapunk a nyitott csatornán, akkor az on message-hez kapcsolt eseménykezelő fog végrehajtódni nálunk. Nézzük meg, hogy működik ez a gyakorlatban. Példányosítsuk az új WebSocket kliensünket. Miután ez sikerült, küldjünk adatokat. Amikor a példányosítással sikerült, és megnyílt a kapcsolat, akkor le fog futni az OnOpenhez kapcsolt eseménykezelőnk, amin keresztül ezt az adatküldést, akár az első inicializálós adatküldést már meg is tudjuk valósítani. Természetesen tudunk
JSON adatokat is küldeni ezen a csatornán. A létrehozott objektumunkra hívunk egy JSON stringify metódust, stringet készítünk belőle, és elküldtük a szervernek. Amikor valamilyen választ kapunk, az onMessage-hez rendelt eseménykezelőnk fog lefutni, és ez fog végrehajtódni. Nézzük meg ugyanezt élesben. Adott egy beviteli mezőnk, amiben valamilyen adatokat küldünk, egy megadott szervernek, WebSocket szervernek, és hogyha valami választ kapunk, azt szeretnénk megjeleníteni az output divünkbe. Az objektum létrehozásával rögtön megnyílik a kapcsolat, hogyha megnyílt a kapcsolatunk, ezt jelezzük kliens oldalon is, sikerült. Ezek után már csak az adatküldéssel kell foglalkoznunk, illetve az adatok, a kapott válaszok megjelenítésével. Az adatküldést úgy valósítjuk meg, hogy az input beviteli mezőnkhöz hozzáadunk egy kpress eseménykezelőt, ami eseménykezelő kódja azt fogja megvalósítani, hogy enter leütésére elküldi az értékét a send message függvény segítségével a már létrehozott WebSocket kapcsolatunkon keresztül. Kiírjuk, hogy mit küldtünk, és hogy mit kaptunk válaszul. Nagyon egyszerű a szerver oldali megoldás, amit erre használunk. Az egy WebSocket kódteszt, amit küldünk, azt tudunk visszakapni. Innentől kezdve és hogyha a szervertől érkezik valami válasz, anélkül, hogy mi kezdeményeztünk volna valamilyen küldést is, azt meg fogjuk kapni, le fog futni az onMessage eseménykezelőnk, és meg fog jelenni a tartalom. Kitűnően használható ez a megoldás különböző felhasználók közötti adatcserére, legegyszerűbb megoldás például erre a chat lehet. A WebSocket használata talán még az XMP és sokkal-sokkal gyorsabb. Tehát, hogyha oda-vissza kommunikációra van szükség szerver és kliens között, akkor a megoldás ezek után csak is a WebSocket lehet számunkra.